Továbbra is rohamosan nő az új koronavírussal beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon. Csütörtök reggelre újabb 848 embernél mutattak pozitív eredményt a tesztek, és 16-an hunytak el a betegség következtében. Országosan jelenleg 20.410, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1056 aktív fertőzöttről tudnak. A szerdai kormányülésen újabb több a védekezés segítő kérdésről született döntés, mondta el Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. A kormány döntött arról, hogy a határzára vonatkozó intézkedést október 1-től további egy hónapra meghosszabbítjuk. Továbbra is kulcsfontosságúnak tartjuk a maszkviselésre vonatkozó szabályoknak a betartását, a kórházakban és idős otthonokban a látogatási tilalmat fenntartjuk, az iskolai hőmérés valamennyi iskolában megkezdődött, és az influenza elleni védőoltás is október 1-től biztosított lesz. Ez mindenki számára ingyenesen lesz elérhető, melyet a házi orvostól kell igényelni. Eddig már 1,3 millió védőoltás kiszállításáról döntöttek. Első körben az egészségügyi dolgozók részesültek a vakcinában, közülük már közel 40 ezeren oltatták be magukat. A kormány felállított továbbá egy influenza figyelő szolgálatot is, amelyel könnyebben megfigyelhető lesz a betegség terjedése. A hosszú távú cél továbbra is az, hogy a gazdaság fenntartsa működő képességét. A kormányinfón elhangzott, a legfrissebb adatok szerint újra meghaladta a 4,5 milliót a foglalkoztatottak száma, ez pedig csupán 20 000-rel marad el az eddigi csúcstól.